Sziasztok és üdv újra nálam! Ma egy elég sűrű napom lesz, úgyhogy arra gondoltam, hogy vlogolással még nehezítem a dolgom. Nem. Arra gondoltam, hogy lesznek benne olyan érdekes dolgok, amiket veletek is szívesen megosztanék, úgyhogy remélem fogom tudni tartani ezt a napi vlog elképzelésemet. De még mielőtt elmondanám, hogy mik a mai tervek, egy kis smink duma, ugyanis ahogy láthattátok, éppen most készítettem el a reggeli sminkemet, és a hőn szeretett Essence Lash Princess spirálom elfogyott már igazából 1-2 hete, úgyhogy ez most megy a kukába, nem is tudom miért tartogattam. Szóval azóta már ezt a Maybelline Sky High spirált használom, aminél az első benyomásaim nagyon jók voltak, de így 1-2 hét távlatában azt kell mondjam, hogy rájöttem, hogy nekem szerintem érzékeny erre a szemem, mert mostanában nagyon gyakran észrevettem, hogy könnyezik a szemem, és ez az egyetlen újdonság, amit használok a rutinomban, szóval őt hibáztatom, illetve hát megint csak mindent jeles princesshez hasonlítok, de továbbra is azt tartom, hogy nekem annak az eredménye sokkal jobb. Most az a tervem, hogy megpróbálom valahogy ezt a kendőt beleműteni a hajamba, mert ezzel a felsővel, amit majd mindjárt megmutatok nektek kicsit jobban, szerintem nagyon jól mutat, úgyhogy ezt is újra hajtogatom. Ezzel mindig sokkal jobban meggyűlik a bajom, mint amire számítok. Most kipróbálok egy új taktikát, leválasztom azokat a részeket, amiket ki akarok hagyni. Hát ez így mennyivel egyszerűbb, viszont most ahogy összehajtogattam, így olyan, mintha csak egy fehérkendő lenne a hajamba, pedig ahogy láthatjátok, ez csíkos, és én szeretném a csíkos részét is látni, szóval most még egyszer újra hajtogatom. Na, pontosan ezt akartam. Szóval mutatom a mai szettemet, ezt választottam ki mára. Egyébként vicces, hogy a készülő receptkönyvem borítóján pont ugyanezt viselem egyébként, ezt a felsőt, meg ezt a nadrágot. És ott is kísérleteztem ezzel a kendővel a hajamban, mert valamiért ezzel a szettel nekem így fejben ez így nagyon jól mutat, de ott meg azt éreztem a fotókon, hogy valahogy nem az igazi, de most így abszolút tetszik. Szóval ez lesz rajtam ma, kivétel a Harry Potteres kis mamuszom, de az egyelőre még marad. Sosem voltam egyébként egy teázós típus, de mostanában valahogy ahogy szeptember lesz, meg ahogy picit hűvösebbek lesznek az esték, akkor kifejezetten megjön a kedvem egy teához. De aztán rájöttem, hogy ez valószínűleg egyébként azért is lehet, mert a tea nekem mindig egy ilyen megfázós ital volt, meg mindig a gyümölcsteák jutottak eszembe, de aztán egyre inkább rá kell jönnöm, hogy egyébként a fekete teát tejjel kifejezetten szeretem, meg ráadásul amikor a tejet beleöntöd a teába, hát mindig mintha egy varázslatot látnék meg, úgyhogy már csak emiatt is megéri. És most kifejezetten van egy kedvencem, amiből pont most ittam meg egyébként az utolsó darabot, de gondoltam, megmutatom nektek, hát ha találkoztok valahol ezzel a márkával. Mi ezt még Oxfordban vettük, de most mindenképpen nyitott szemmel fogok járni, meg majd rákeresek, hogy hát ha van még itthon is esetleg. Ez a Bird & Blend márka, és ami így nagyon megtetszett nekem, ez egy ilyen csokis kekszes ízesítésű, de hát annyira nehéz behatárolni, mert semmiképpen se egy ilyen nehéz csoki ízre gondoljatok, de ez is tejjel párosítva annyira különleges. Én talán a kávét is azért szerettem mindig jobban, mert ez egy ilyen nehezebb ital, vagy hogy is mondjam, nem annyira könnyű vizes, és hát ez megint csak tejjel 5 csillagos. Úgyhogy iszom is a kis foltozott üst kondéromból. Szóval ma felkeltem direkt kicsit korábban, mert még a receptkönyv szövegein dolgozom. A sütik szövegét már megírtam korábban, de amit még meg kellett írnom, vagy ami még finomításra szorult, azok a süti bevezetők, a fejezet bevezetők, meg az egész könyvnek a bevezetője.
És tegnap nagyon-nagyon jól haladtam vele, azt gondoltam, hogy kb. Meg is írtam az egészet, de gondoltam, hogy még egy kis átnézés ráfér, úgyhogy ma felkeltem korábban, és hát így friss szemmel, tudjátok, amikor kicsit el tudtok távolodni a saját szövegetektől, hát rájöttem, hogy nagyon sok nyelvhelyességi hiba van benne, meg szóismétlés, meg dolgok, amiket kihagytam, úgyhogy még most sem tudtam befejezni, úgyhogy majd még este mindenképpen szeretnék ezzel foglalkozni, mert ma szeretném leadni az egészet, de már közel a vége a dolgoknak. Egyébként nem tudom, hogy ezt ti így csináljátok el, de ez suliban is, vagy amikor a korábbi könyvemet írtam, vagy amikor egy posztnak a szövegét írom, tehát bármilyen szöveget, amikor megírok, akkor úgy ellenőrzöm le, hogy milyen, hogy hangosan felolvasom magamnak, vagy ötször egymás után. És nagyon vicces, mert ez ilyen teljesen szerintem ilyen megszállott fejjel olvasom végig. Egyszer figyelek a helyesírásra, szóismétlésekre, nyelvhelyességre, és valamiért, ha magamból olvasom, akkor nem látom a hibákat olyan jól. Na de közben mindjárt el is kell indulnom, ugyanis majd szuper eseményre megyek. A Jó Barátok most 30 éves, és ennek apropójára van szervezve egy esemény, amire meghívtak engem is. És nem kértek meg, hogy csináljak videót, de szerintem ez egy tök jó tematika, nagyon közel áll hozzám, és biztos vagyok benne, hogy nagyon izgi lesz a helyszín, úgyhogy gondoltam, hogy vlogolok róla. De mivel meghívtak, ezért fizetett hirdetésként kell jelölnem. Na mindegy, ez csak ilyen zárójelben mondom, hogy tudjátok. Szóval megiszom a teám, aztán a következő dolog már valószínűleg a kávé lesz, és remélem egy Central Perk hangulatban. Itt egyébként már az ikonikus Büdös Macska dal szól, de sajnos azt nem tudom felhasználni, de a szervezők tényleg mindent megtettek, hogy Central Perk hangulatot varázsoljanak ide. Még Rachel elrontott, félig húsos, félig édes angol trüffelje is itt volt, aminél, amikor beleharaptam, tényleg elgondolkoztam, hogy ez vajon hús-e, de nem az volt. Volt egy szuper kvíz is, ahol azt gondoltam, hogy jól fogok szerepelni, de 25. lettem még annak ellenére is, hogy eléggé otthon vagyok a témában. Aztán levetítettek egy filmet, ami a szinkron színészek szereplésével készült, ez azóta már elérhető online, úgyhogy majd belinkelem nektek, mert ha ti is Jó Barátok rajongók vagytok, akkor nagyon fog nektek tetszeni, mert abszolút hozza a sorozat hangulatát. Most jöttünk el az eseményről, hát ami nekem szuper jó volt, Virág, neked mint Jó Barátok szűznek, nekem is szuper jó volt. Én igazából elfelejtettem, hogy te még nem láttad a sorozaton. Igen, szóval egy kicsit kívülállónak éreztem magam, mert én voltam szerintem az egyetlen olyan ember ezen a rendezvényen, aki egy részt sem látott elejétől a végig, de mégis ez is unikális a maga módja. Van, és remélem, hogy most ezután ez megváltozik. Igen! De ez a kis film, ami a szinkron színészekkel volt, nagyon megható. Hát, nagyon megható. Na, egyszerűen nagyon szórakoztató is volt, meg nagyon megható is volt. Az erejét abszolút éreztem én is. Igen, és egyébként igen. Szóval próbáltam tartani magam, miközben néztük ezt a kis filmet, mert hogy körbenéztem, én azt láttam, hogy így mindenki jó kedvel, meg így elérzékenyülten nézi, de itt senki nem törölgette a szemét, úgyhogy mondom, nem szabad. Én oldalt álltam, úgyhogy mondtam, hogy többen kérdezik. Jó, de jó, hogy akkor nem csak én voltam az egyedül. Szóval szuper jó volt, így most nagyon megjött a kedvem, hogy megint újra nézzem, neked meg remélem megjött a kedved, hogy először. Még elmentünk szabadosági könyvkiadójának, a Libertinnek egy könyvbemutató eseményére. A Jóga kisétál az életbe című könyvbemutatóján vettünk részt, ami nagyon hangulatos volt a fűvészkertben. Ha még nem jártatok, akkor mindenképpen menjetek el, mert most így ősszel még sokkal hangulatosabb, mint általánosságban. És itt megcsináltunk pár mindfulness, meg meditációs gyakorlatot. Nagyon jó volt itt lezárni a napot. Hát sziasztok újra, időközben már Londonból ide teleportálódtunk. Igazából azért jöttünk, mert múlt héten kb. Bejelentette a Linkin Park, hogy koncertezni fog Londonba, és hát amúgy is terveztünk jönni a következő néhány hétben, úgyhogy hát gyorsan előrehoztuk az utazásunkat, és sikerült lecsapni két koncertjegyre, ami fantasztikus volt. Nem tudom, mennyire követitek, vagy mennyire hallottátok a híreket, de most a Linkin Parknak lett egy új énekesnője, és hamarosan meg is jelenik az új albumuk, és egy ilyen mini világkörüli turnéra indultak most, aminek az egyik állomása ez a londoni koncert volt két nappal ezelőtt.
Hát is, mi fantasztikusan éreztük magunkat. Mi nagyon kedveljük ezt az új énekesnőt, mármint ami a hangját meg a tehetségét illeti, szerintem szuper, nagyon jól passzol a bandához, és hát nyilván Chester senki nem fogja helyettesíteni, meg nem is ez a célja senkinek, de szerintem egy tök jó dolog, hogy így folytatja a banda az életét. Úgyhogy szuper, szuper volt, tényleg nagyszerű energiák voltak a koncerten. Most még itt leszünk pár napot, amit nagyon-nagyon várok, hogy hétvégén elmegyünk Bathba, meg ebbe a Cotswolds régióba, ami nekem nagyon régóta bakancslistás, mert hát igazából olyan, mintha egy Jane Austen filmbe teleportálódnánk, úgyhogy azt már nagyon várom, viszont most egész kellemes idő van, úgyhogy arra gondoltam, hogy felkerekedek, elmegyek egy kis sétára, és hát az a tervem, hogy elsétálok a Battersea Parkba, ahol még nem voltam egyszer se, de nem olyan messze vagyok tőle, és azt is hallottam, hogy nagyon szép, úgyhogy gondoltam, hogy elsétálok oda. Viszont még megmutatom nektek az Airbnb-nket, mert most szerintem egy nagyon hangulatos kis helyet sikerült választani. Beálltam itt a sarokba, innen látjátok a legjobban. Ez itt a nappali, egyébként nekem nagyon tetszik ez a falszín, ilyen tompa zsályás árnyalat, nem tudom mennyire jön át itt a videón keresztül, de szerintem nagyon jól mutat. Tegyük ide a másik oldalra, hogy lássátok, hogy tényleg milyen kis otthonos. Aztán, ha itt kijövünk, van itt egy kis konyha, majd egy pici átjáró, és akkor nyílik még innen egy hálószoba, meg egy WC. De nem sikerült szépen beágyaznom, úgyhogy azt csak képzeljétek. Viszont ami még egy nagyon jó kis tulajdonság ennek a lakásnak, hogy van egy nagyon aranyos kis erkélye, vagy terasza. Nagyon furcsa zárral nyílik ez az ajtó. Szóval, ami szerintem nagyon ritka, hogy van egy egész tágas kis teraszunk, és hát London révén azért nem mondom azt, hogy ezt túlságosan ki tudjuk használni, mert állandóan lóg az esőlába, úgyhogy nedvesek a bútorok is. Minden esetre hát nagyon hangulatos. Na hát az ilyen utcákért, mint ahol most is sétálok, teljesen odáig vagyok. Ezek a viktoriánus házak egymás mellett sorakozva annyira hangulatosak. Hát ez nagyjából így a kedvenc utcaképem. Vagy talán még ezt azzal lehet fokozni, amikor nem ilyen sorház formában vannak egymás mellett, hanem mindegyikhez tartozik még egy külön kis kert is. Varázslatos. Amikor elmegyek egy ilyen ingatlan iroda előtt, akkor mindig meg szoktam állni egyébként megnézni a hirdetéseket, és hát egy alternatív valóság nagyjából az itteni ingatlanok ára. Ugye ezért is nagyon gyakori, hogy nagyon sokan úgy költöznek albérletbe, hogy összeköltöznek másokkal, mert hát tényleg itt egyedül fenntartani egy ingatlant, vagy akár csak egy párnak is, ez egy rémálom. Úgyhogy most csak élvezhetjük azt, hogy ilyen gyönyörű szép környezetben sétálunk. Egyébként most Kleppenben vagyunk, ez egy olyan városrész, amit egyébként azt hiszem már mutattam nektek. Én ezt nagyon szeretem, nagyon hangulatos, fiatalos, jó érzés tényleg mindig itt sétálni. Petinek meg közel van az iroda, úgyhogy ha tehetjük, akkor többnyire ezen a környéken szoktunk lenni, mert innen nagyon jó a közlekedés is, ha szeretnénk bemenni a városba. Úgyhogy sétálgatok. Pont erről beszéltünk valamelyik nap Petivel, hogy melyik néz ki jobban, amikor meg van hagyva ilyen téglavörösen, vagy amikor le van festve, mert nekem például ez a mentazöld, ez nagyon-nagyon tetszik, de hát kétségkívül rendkívül hangulatos, a vörös is. Ti mire szavaztok? Egyébként attól függetlenül, hogy kívülről mennyire tetszenek, alapvetően hogy a belső elosztásokat tekintve ezek a viktoriánus épületek nekem személy szerint nem a kedvenceim, mert többnyire egyébként ezek ilyen nagyon szűk épületek, amik ugye magasak, tehát többnyire mindig van egy ilyen szűk kis lépcső, és akkor több emeletre van elosztva, nincsenek benne nagy terek, legalábbis itt ezekben nyilván vannak ilyen óriásik, például amit még az oxfordi vlogban is mutattam nektek, közben nagyon szép épület mögöttem. Épp akartam említeni, hogy milyen ritka alkalmak egyike, amikor felvehetem Londonban a napszemüvegemet, mert már egészen ott tartottam, hogy mindjárt leveszem a kabátomat, és gondoltam, elmesélem, hogy milyen jó, hogy ilyen kellemes az idő, de mire elővettem a kamerámat, konkrétan elkezdett szemeregni az eső,
És hát valami szintületes amúgy, hogy itt mennyire változékony az idő. Tegnap is épp egy hangüzenetet küldtem a Virágnak, hogy milyen kellemes éppen az időjárás. És mire végig mondtam a hangüzenetet, elkezdett szakadni az eső. Minden előjel nélkül. Szóval most már tanultam ebből a hibából, és hoztam magammal egyébként esernyőt, mert tegnap a vacsora után is sikerült megázni. Igazából Peti mondta, hogy nem hozunk esernyőt. Ránéztem az órámra, és mondtam, hogy csak 33% az esélye annak, hogy essen, de hát az indulásunk után már 5 perccel esett az eső, és mire visszafelé jöttünk, meg már teljesen szakadt. De reménykedem abban, hogy amilyen gyorsan jön most az eső, olyan gyorsan majd el is megy, mert hát itt nagyon hangulatos kis helyszíneken járok. Hát mire visszaértem, már megint hétágra süt a nap, hát úgy látszik, amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan el is ment. Még lehet, hogy egy kicsit később majd kimegyek egy másik parkba, mert egyébként azt terveztem, hogy olvasni fogok, direkt vittem magammal könyvet, de hát ha most is mennék ki, most minden pad teljesen el van állva, úgyhogy esetleg majd picit később. Na, arra gondoltam, hogy igazából tartsunk egy rögtönzött mi van a táskámban szekciót, ami igazán nosztalgikus, és a mai napig az egyik kedvenc tartalmam, amit ha bárkinél látok, akkor egész biztosan meg fogom nézni. Szóval az első dolog, amit vittem magammal, a Bölcs Szív című könyv, buddhista tanítások pszichológiai megközelítésben a nyugati világ számára. Igazából múltkor, amikor a Pszichófesten voltunk, akkor eldöntöttem, hogy szeretnék kicsit több non-fiction könyvet olvasni, mert az utóbbi időben hát szinte csak fantasy-ket olvasok, és hát arra gondoltam, hogy minden nap elolvasok egy fejezetet valamilyen non-fiction könyvből, és most a Bölcs Szívet olvasom, amit egyszer már elkezdtem, és hát kb. Így, nem tudom, a háromnegyedét elolvastam, de valahogy akkor annyira nem szólított meg. Most viszont az a technikám, hogy minden fejezet után kis jegyzetelem azt, amit olvastam, mert így sokkal jobban megragadnak a fejemben a gondolatok, meg segít jobban az értelmezésben, úgyhogy vittem magammal ezt a kis jegyzetfüzetet, vagy noteszt is, aminek nagyon szép a mintája, meg ilyen gyönyörű, virágos élfestése is van. Úgyhogy ebből adódóan van nálam egy szöveg, kiemelő, meg egy toll is, napszemüveg, easy peasy, ez a kedvencem. Egy nagyon kényelmes, rugalmas napszemüveg. Vittem magammal egy kendőt, mert azért készültem arra, hogy ha esetleg picit hűvösebb lesz, és a nyakamnál ez a felső elég nyitott. Egy pici víz, amit újra töltögetek, mert elfelejtettem hozni a kulacsomat. Aztán van nálam egy pici neszeszer, ami alapvetően igazából a sima kistáskámnak a tartalmát rejti, vagy hordozza. A pénztárcám, a rúzs, amit hát már számtalanszor említettem nektek, már igencsak a végén járok, úgyhogy majd újra is kell vennem. Ez a Max Factornak a Burnt Caramel nevű árnyalata. Az abszolút kedvencem. Fülhallgató mentolos cukorka. Egy kézkrém, ennek egyébként valami fantasztikus illata van, ez a The Body Shop Cherries and Cheer. És csak nem szétszakadtól, vagy kiukadt oldalt. És van nálam egy ilyen mini parfüm. Ebben az aktuális parfümöm van, ez egy ilyen kis újratölthető kis utazó kiszerelés. És mivel vlogoltam, vittem még magammal ezt a kis neszeszert is, amiben a technikai cuccaim vannak, ennek a kamerának, amit most használok, a tokja, a mikrofonhoz ilyen kis szélfogó. Ez nem is ehhez a mikrofonhoz. Nem, ez nem ehhez a kamerához van, ez van ehhez a kamerához, mini állvány is, ehhez hasonló dolgok, na meg persze a telefonom. Szóval most nem is vittem magammal egy rendes, klasszikus értelemben vett táskát, hanem ezt az összehajtogatható notabeget vittem magammal, amiben... És még itt volt a készfertőtlenítőm is. Szóval ezt össze lehet hajtogatni egy ekkora pici kis táskára, és ezt azért kedvelem nagyon, mert ennek a pántja úgy alakítható, hogy akár hátizsákként is lehet használni, úgyhogy én is így használtam most, mert azért sem vittem táskát, mert nem akartam, hogy így a kezemen legyen valami, vagy így az oldalamon, mert így volt a legkényelmesebb. Na de most, ha már visszajöttem, akkor szerintem meg is ebédelek. Tegnap vettem egy nagyon-nagyon finom levest, úgyhogy azt fogom csak megmelegíteni.
Hát ennek a lakásnak az egy hiányossága, hogy nincs mikró, és tegnap már átöltöttem akkor kis lábasba a levest, hogy akkor megmelegítem a tűzhelyen, de nem találtam se gyufát, se öngyújtót, úgyhogy nem tudtam bekapcsolni a tűzhelyet, úgyhogy végül is a sütőben melegítettem meg. Úgyhogy szerintem most is ezzel fogom folytatni. Köszönöm, hogy itt voltatok velem ebben a videóban, találkozunk legközelebb is. Sziasztok!